Augusztus közepén kezdődött a kosarasok felkészülése, akkor még főleg a fiatal játékosokkal dolgozott Matthias Zollner vezetőedző. Aztán érkezett a válogatott kerettől visszatérő két kosaras, és a légiósok is befutottak. A keret még nem teljes most sem, de már van, ami bizakodásra ad okot. Az problémát jelentett, hogy négy játékosunk a válogatottal készült, akik közül Pongo ugyan visszatért, Szabó Zsolt viszont sérülten érkezett. További gond volt, hogy az egyik légiósunk nem ment át az orvosi ellenőrzésen, mást kell keresnünk a helyére. Szóval nem volt minden könnyű, de akik dolgoztak, azokkal nagyon elégedett vagyok, jól néz ki a csapat. Olyan játékosaink vannak, akik akarnak küzdeni, gyakorolni és együtt játszani igazi csapatként. Ez az, ami számomra a legfontosabb. A most együtt készülő csapatban Pongo Marcel az irányító, a válogatottól később Somogyi és Vojvoda is csatlakozhat hozzá. Nem sokszor volt ilyen, de most úgy tűnik, mezőny posztokon csak magyar játékosokkal vág neki a szezonnak az Alba. Ennek abszolút örülök egyébként, ugye a Vojában már tavaly, az Ádival még nem, csak a válogatottba, illetve az edzéseken játszottunk együtt, de izgatottan várom. Én azt gondolom, hogy élvezni fogjuk mind a hárman. Jelenleg három amerikai kosarasa van a keretnek, közülük Ford és De Cosi már a magyar bajnokságban is bizonyított, Fillmore pedig komoly európai tapasztalattal rendelkezik. Ahogy mondtam, a legfontosabb a karakter. Mindenkit meg lehet tanítani kosárlabdázni, kemény munkával bárkit formába lehet hozni, de amit nem tudsz megváltoztatni egy játékoson, az a karaktere. Akarjanak keményen dolgozni, harcolni, legyenek büszkék, hogy ebben a klubban játszhatnak. És ahogy most látom, ezek a játékosok ilyenek. Az Alba bronzéremmel zárta a legutóbbi bajnokságot, vagyis sikeres idény után próbál előrébb lépni. Ez bajnoki és kupa helyezésben is lehetséges. Szeretnénk még jobb eredményt elérni idén, ugye a tavalyi bronzérem, azt gondolom, hogy nem volt egy rossz eredmény, ahogy te is mondtad a kupában, ott viszonylag kicsit csalódottak voltunk nyilván az elődöntő miatt. Ott is van javítanunk valunk, úgyhogy azt gondolom, hogy a nézők is izgatottan várhatják a szezont. Ebből az egy meccsből, amit lejátszottuk, azt gondolom, hogy biztató. A Kaposvár ellen zárt kapuk mögött nyert az Alba, most hétvégén pedig Körmenden játszik egy tornán. Jövő csütörtökön és pénteken az első Nagy Gábor emléktornán hazai pályán láthatják a szurkolók a csapatot, a bosnyák Igokea és az osztrák Munden lesz az ellenfél a Gáz utcában.